Most a jogával folytatjuk, ahogy most ugye az ábrázolt példa és a képek mutatják is. Medvegy Gergelyt, joga oktatót, valamint Kodó Anitát és Csikvári Veronikát köszöntjük nagy szeretettel. És Gergő, hát ugye állandó vendégünk vagy, és hát megszoktuk, hogy amikor te itt vagy, akkor mindig mi is beállunk. Igen, igen. Hát most ettől mentesítettél bennünket. Igen, igen. Csak azért kértem, hogy most innen jogázzatok, hogy elférjenek a lányok, hiszen a téma az, hogy páros gyakorlatok hat a jogán belül, és akkor legyen a lányoknak hely. Ezek nagyon előnyösek, ezek a gyakorlatok egyébként a jogórán. Hát két fő oka van, amelyet használjuk. Ez egyik a mentális oka, a másik meg a módszertani előnye. Mentálisan jó arra, hogy összhangba kerüljön a két fél, türelmet, empátiát, bizalmat fejleszten ki a gyakorlóban erre. Nagyon jó. Figyelni kell nagyon a másikra. Igen, érezni kell a légzését, a mozgását, a mozgás határt, hogy mi esik jól neki, mi nem. A légzését meg a járását. Mindenit. Hát itt a mozgását. És akkor mutassuk az első gyakorlatot. Ez a Parivitta Dhyana Sirsasana lesz. Ez egy oldalra hajló póz. Mint a lányok majd csinálják őket, külön nem vezénylem, fölveszik. Tehát itt látjátok, hogy nagyon kell egymásra figyelni, hogy ő neki mennyire nyúlik az izma neki. Így ti nem látjátok, de ők a kezükön keresztül érzik egymásnak az izmait, a feszülést, a légzést, és akkor így összhangba tartják. De jól érzem, hogy a páros jóga gyakorlatok azért már egy bizonyos tudást és fizikai felkészültséget igényelnek. Tehát, hogyha én 0 kilométeresen lemegyek egy jóga órára, egy foglalkozásra, akkor gondolom sem Verával, sem Anitával, sem veled nem lehetnék párban. Majd ha lesz idő, akkor a végén csináljunk olyat, ami könnyebb. Mert ez valóban ez egy ilyen, mondjuk ilyen középhaladós ászana, közben kijöhettek Anita, Veronika. Megörcsöltek. Egyébként ez egy, nem egy dinamikus, tehát ezt csak kitartjuk, igen, ezt a igen. Gyakorlat. Tehát, hogyha páros gyakorlatra van szó, akkor mindenképpen statikus megtartásról van szó, amikor belemegyünk és kitartjuk. Vegyük fel akkor ez a Paschimottanasana-nak egy variációja, belégzéssel fölnyújtóznak, kilégzéssel előrehajolnak és megint összekapaszkodnak. És ami így mondtam a mentális dolgokat, hogy mire jó, de módszertanak pedig arra nagyon jó, hogy olyan mélységet elérhetünk, menjetek akár mélyebbre nyugodtan. Amit egyébként magától nem érne el. Tehát van egy aktív mozgás határ, például, hogyha megfogod most így a kezedet, elhúzod, vagyis így magától, eddig megy a kéz. Igen. Ez az aktív mozgás határ. Túrásra kéne leállni, igen. És akkor húz rá, és akkor tovább tudod húzni, ez a passz. És amikor egymásnak segítünk, akkor a passzív mozgáshatárt el tudjuk érni, tehát ebbe is nagyon jók a páros gyakorlatok. Valamint akkor is szoktuk csinálni, hogyha a tanár nem tud oda menni minden diákhoz. Ja, segíteni, javítani, mélyíteni, akkor azt mondom, jó, akkor álljatok párba, és akkor most egymásnak fogtok segíteni. Nagyon érdekes dolog van itt a kártyánkon, hogy a párkapcsolatra is jó hatással lehet. Belégzés, gyertek vissza föl. Hogyha hát ezt igen. Párok csinálják egymással. Igen, mert a párkapcsolatnál mi szokott lenni a probléma, sokszor türelmetlennek vagyunk egymással szemben, akaratosak, és akkor itt ezt nem lehet csinálni, tehát itt muszáj türelmesnek lenni, figyelmesnek lenni, megértőnek lenni, és amikor az ember így elkezd testileg így viszonyulni a másikhoz a jogán keresztül, akkor az életben is majd a hétköznapok során remélhetőleg picit türelmesebb lesz. Kicsit ott is változik. Igen, igen. Az fontos, hogy mondjuk két, akkor ugye amit az elején feltettem kérdést, hogy ez az már valamilyen felkészültséget igényel, hogy két egyforma képzettségű. Ez előnyös lehet, de nem szükségszerű. Jóga órán számtalan szó van olyan, amikor van egy kezdő, meg egy középhaladó, vagy egy középhaladó és egy haladó párban, akkor aki kicsit előrébb jár, mondjuk így fejlettségbe, ő visszavesz, meg figyelmesebb a másik fél felé, de ez is nagyon jó, mert megint csak ezt a fajta mentális személyiség fejlődés segíti. Ez egy gyakorlat, hogy a lábunk nem, összejön? Nem, megyünk tovább. A következő... Ez könnyebb, ezt mi is meg tudjuk csinálni. A következő návászana, kinyújtják a lábukat. Ez egyrészt a derekat. Igen, ez most elég komikus lenne. Ez egyrészt erősíti a has, a combizmot, meg nyújtja a test hátulsó felszínét. Lejövünk. Ami hasznos néha páros gyakorlatoknál, amire inkább szoktunk figyelni, hogy nagyjából egyforma alkatúak legyenek. Most nem véletlenül a Veronikát és a Anitát választottam, mert ők egyforma alkat. Tehát magasságra, így magasságra, meg termetre. Tehát akkor tulajdonképpen az is kizáró, hogy mondjuk egy erősebb férfi és egy gyengébb nő legyen párban. Ezeknél a gyakorlatoknál igen, de vannak, ahol nem. Tehát, hogyha tegyük fel például párterápiára, csináljuk a jóga gyakorlatokat, akkor olyanokat össze tudunk válogatni, ahol nem lényeges ez az alkati dolog, de nagyon sok gyakorlatnál lényeges, akkor ott pont ez nem működik, hanem akkor keresünk párokat a csoporton belül. Láthatunk még valamilyen gyakorlatot? Igen, igen. A következő lesz egy fordított testhelyzet, a gyertyálás. Az egyikőtök menjen le ekepózba, másik mögé megy. Oké.
És akkor ő fölvesz a gyertyállást, és itt a segítő abban tud segíteni, csak picit tartsd a medencét, húzd a fejed felé, Veronika, így van, hogy egyrészt ő a hátával megtámasztja az ő hátát, medencéjét, másrészt a kezével húzza fölfelé a lábát. A gyertyállásnál amúgy is meg kell ezt tartani, hogy a törzsláb legyen egy vonalba, és hogy a nyújtózás meg legyen fölfelé. Tehát jelen esetben ez a gyakorlat inkább módszertanilag jó, megsegíti a gyakorlónak a kivitelezését, a segítő. De milyen szép, nem? Ahogy így együtt. Nagyon szép. Egyébként van, ugye ezt a párterápiát már többször említetted, van, és nálad létezik amúgy ilyen jellegű párterápia? Én nem hallottam még róla, létezne itthon Magyarországon, viszont nekem már úgy előjött párszor, amikor magánórát tartottam, és párok jöttek hozzám, és akkor elővettem ilyen gyakorlatokat. Érezted a feszültséget? És beszámoltak esetleg később arról. Elkezdtek ott egymással kekeckedni a gyakorlás között, de jó, akkor most álljatok össze, párok, most nézzük ezt, és rögtön kioldódott a feszültség. Kisimultak. De ezt már lehetne amúgy applikálni. Abszolút, lehet, hogy ezen elgondolkodom. Még tudunk még egyet mutatni. Jó, és akkor ebből a gyakorlat abból fogunk elköszönni, jó. Sajnos lejárt az idő. Az utkatászon egymással háttal. Egy rutkaászát. Utkatászon. Álljatok egymással háttal, mert csak azért mutatom, ezt a Gergő is tudná csinálni. Picit menjetek le, és álljatok meg, ez már elég mélység. Dőj jobban hátra, nyújtsd előre a kezed. Ez az. Itt ez pont nem könnyítés ez a páros gyakorlat, itt nehezebb megtartani itt a pózt, ez nagyon erősíti igen. A combot, és itt aztán pláne kell bízni a másikba, hogy megtartani. Ez igazi bizalomépítő gyakorlat. Szerintem ezt a párterápiában ne tegyük bele, mert valamelyik vissza. Nem, az válasz, kész. Nagyon szépen köszönjük. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük. Érdekes bemutatót, köszönjük szépen, sziasztok.